Állták a sarat az ünnepek alatt is a Tolna megyei Balassa János kórház munkatársai, mondta el Németh Csaba stábunknak adott interjújában. Az intézmény főigazgatója hozzátette, hogy szerencsére a gyermekosztályon sem volt sok ellátandó kisbeteg az év utolsó napjain. Jelentősebb esemény nem történt a kórházban semmi. A sürgősségi betegellátó osztályunkon talán az átlagosról egy kicsit nagyobb volt a betegforgalom, viszont a munkatársaktól kapott tájékoztatás szerint az idén talán picit nagyobb volt azoknak az aránya, akik olyan problémával is az ünnepek alatt fordultak orvoshoz, amit egyébként más időszakban is megtehettek volna. Az ünnepek alatt történt közlekedési balesetek adtak feladatot leginkább a megyei kórházban dolgozóknak, de sokan voltak olyanok is, akik ebben az időszakban vették fel a koronavírus elleni vakcinák valamelyikét. A munka nem csak az ügyeleti ellátásra terjedt ki a két ünnep között, sőt az ünnepek alatt is folyamatosan biztosítottuk a COVID védőoltásoknak a kiosztását, úgyhogy akinek ez az ünnepi időszak volt valamiért a megfelelő, meg tudtuk adni a szükséges védőoltást. Ezt a tevékenységet egyébként az ünnepek után is folyamatosan biztosítjuk. Januárban például a hét szinten minden napján oltanak a Balassa János kórházban. Hétfőn, kedden és szerdán időpontfoglalással az előre regisztráltak vehetik fel a vakcinát. Csütörtökön, pénteken és szombaton pedig előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltakozni vágyók az egészségügyi intézménybe.